lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll. Minek a nyíló virág, csak igelet, mit ér a rongyos világ, ha nem szeret. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. La-ra-ra-ra-ra. Kisasszony, ha meg nem sértem, mit röhögsz itt, mi? Uram, jegyezze meg magának, én nem szokok röhögni. Én nevetni szokok. És különben is, hogy mer engem tegezni? Köszönöm, jó. Te, hány éves vagy, mi? Forint 20 meg a kapupénz. 17 leszek júliusban. Hol szolgálsz? Hallja, uram, ha egy pofont akar. De szemtelen nő vagy. Feltűnően szemtelen. Kit vár ön, mondja most jelenleg? Hercegnőt. Hol szolgál? Várni őt, így titokban. És tudni, hogy jön. Jön. Na, nem nagyon siet, amit látom. Te még mindig itt vagy, te kis giliszta. No, vegyen ezt a vacak boát a nyakam. Itt bolondozom veled, pedig őt várom. Őt. De én olyan boldog vagyok. Szeretném megcsókolni az egész világot. Téged is, te kis koldus. Na gyere! No, ne olyan hevesen. No. Nem a számot, nem az kizárt dolog, uram. Kész. Fúj. Malac. Na, ne szedj, kroncsi. Nekem nagyon pénzt, nyomorult. Mert valamit csak elfogadsz. Óriás kiflit. Nápolyi szeletet. Ne talán egy doboz púdert. Másszon fel, tépje le nekem azt. S fára mászok neked, te hülye. Világos nappal. Lila akár. Kedvenc virágom. Na, nesze! Köszönöm! Na most aztán távozz, édesem, eleget hemzsegtél itt. Mondja, micsoda maga tulajdonképpen Pesten? Bankfiú vagyok, kérlek. Tudod, pénztáros abba a bankba, a József téren. Na de most siess, öregem, és maradj egy elmosódó emlék az életemben. Drága, hát itt van mégis. Ó, ha tudnám, milyen nehezen ráztam le azt a három unalmas alakot. Fene a pofáját. Kérem, tessék ezt az 5 koronást fölváltani. Horvát, egy rolni 10 fillérest. Tessék, tessék, parancsolni kérem a következőt. Na végre. Végre 426 korona, tessék parancsolni, helyet foglalni kérem a következőt. Hát a viszontlátásra. Talán a hídi. Kedves. Szervusz, drágám! Éppen most jövök a szabónőtől, a hídi ott van, ezerszer csókolta. Hol van a hídi? A szabónőnél. Nem kérem szépen, a hídi a fodrásznál van. Ő mondta. Mondja, fiam, hülye maga? A hédi úri becsület szavamra a szabónőnél, nincs 5 perce kérlek, becsület szavamra. Becsület szavamra? Hát egyezzük van, hogy a hédi a Charlie-val van.
és ott is maradhat örökre. És azt is megmondhatod a barátnődnek, hogy köztünk vége mindennek. A lakás augusztus 1-jéig ki van fizetve, addig itt maradhat. És azt is megmondhatod a barátnődnek, hogy ha még egyszer öngyilkos akar lenni, akkor kár azért az izéért, azért az aspirinért. És azt is meg... De pedig ha táncművésznő akarsz lenni, akkor csak jelentkezz nálam, bá! Persze, hogy táncművésznő leszel. Ha Weber úr akarja, akkor művésznő leszel. Bízz csak ide a Millire magad. Már holnap reggel viszlek is próbára Angelus papához. Attention! Music! Eins, zwei! Gyerekek, meghalok! Jobban drukkolok ezen a kis majomért, mint a saját premiéremen. Kis angol bébi, a bestre lép, a férfi nép, utcán tereken vár, és mindig a nyománya. Kér, mindeddig él, csupán azért, mert áll a cél, hogy a csacsi kis nőt megfőzze a homis sőt. Hello, bébi, ma este szabad, és jobb dolga nincsen, ma vele marad. Hello, bébi! Csak tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondjam angolul azt, hogy maga beautiful? Inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Hello, baby, ma este szabad, és jobb dolga nincsen még, velem marad. Csak úgy végre leülhetek egyszer. Nézze csak! A mi padunk. Lila akác. Nem sokára másodszor virágzik. Jaj, hát drága szép kacsám, hát mit csináljak én veled, mi? Kis kacsa fürdik fekete tóba. Na, eredj a mamáthoz Lengyelországba. Oroszországba. Pá! Itt találkoztunk legelőször. Én itt ültem, maga pedig várt azt az előkelőt. Ne is beszéljünk róla. Én nem bánom, mi lesz holnap. Én ma olyan boldog vagyok. Mert én magát kérem, szeretem. Szeretsz? Hát mit szeretsz rajtam, te kis szitakötő? Hát nem is ismersz. Hát ki vagyok én? Maga? Pali? Te hólyag. Hát most világosíts föl engem, te kis butont, mit érzel? Azt ad, hogy én szerettem volna elsői magának adni a gázsimat. Azelőtt a híd is mindig odaadta az ámormozi titkárjának. Hát ez kedves. És én kérem, már úgy megszoktam magát. Megszoktál? Amikor itt először megcsókolt a számat erővel, akkor szoktam meg. Miháncs hazamentem, rögtön megszoktam. Miháncs? Igenis, Miháncs. És nekem azóta se csókolta meg a számat senki. És azelőtt se. Te? Én olyan álmos vagyok. Édesatya, tudni szeretné, nincs-e kedve végleg itt maradni közöttünk? Minden esetre meg kell fontolnia, édes leányom. A mi szerzetünk élete az imádság és a munkálkodás. A főtörvény a lemondás és az engedelmesség. Tisztelendő főnöknő, én... Nem kell azonnal döntenie, ezt jól meg kell gondolni.
Imádlak, mint az ég felhője a szép Balatont, és te rád gondolok ég napot egybetéve. Ég napot, ez gyönyörű, csoda stílusa van. Ne csodasz! Olvasd! Tökény szemed, mint a csillag. A csillag két ellen van írva. Az úgy jó. Igen? Mint a csillag ragyog szerelmem mennyborcsát. Gyönyörű írás felé dolgozott. Na olvasd, imádott lény, égő szerelmem, csókos kis mindenségem. Nekem is ezt írta a pista bizonyista. Ha belebeszéltek, akkor nem olvasom. Na olvasd. Álmaimban magamhoz ölellek, mint Gerlica a párját. Szorosan, szorosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Valamit elejtett, gyermekem. Micsoda levél az? Most kapta ezt a levelet? Igen. Most kaptam. A növendék, ó, Ida kisasszony, azonnal elhagyja az intézetet. Ladisla nővér az első reggeli vonattal hazaviszi Egerbe. Péter urat keresem. Gyere csak, kislány! Majd kapsz tőlem valamit. Ó, Péter lánya, sejjembe és belsonyba járjon. Egy kis kalapot is vegyél magadnak, az így csálére rakt. Na, gyere csak! Na, nézd! Minden kezdet nehéz, majd belejössz. És elköthetem mindenre. Pudert is vehetek, és egy kis pulikutyát is. Hogy? A pénz a tiéd. Csinálhatsz vele, amit akarsz. Nem kell elszámolnod. Köszönöm. Julis néni! Julis néni! Julis néni!
Ön tehát hajlandó a leányomat feleségül venni? Mégpedig minél előbb. Az ügy sürgős. Nekem is. Hát szóval én beleegyezem ebbe a házasságba. Pedig hát ide nézzem. 3 nap óta az apró hirdetésre érkezett levelekkel fűtünk. A KH-ban jelenleg egy trénkapitány ég. A szeres ládát 3 miniszteri titkár tölti meg. Ez itt már csak a resztli. Feltalálók, csillagvizsgálók, boxbajnokok, pilóták. Ez is jó lesz a konyhában. Ki mondott, özv... Jó, magad dolgozol. Hát Isten vele. A viszontlátásra. Táncolni óhajt a kisasszony. Nem óhajtok, Balogi. Fáradt vagyok. Az előbb nem vettem észre. Ne felejtse el, hogy a legnagyobb kíméletre szorulok. Azért néhány óvatos lépést mégiscsak kellene tenni a társaság kedvéért. Ne, azt ti nem táncoltok? Dehogy nem, akár reggel is. Figyelmeztetem, Balogi úr, hogy a magához szorít, sikítok. Arra nem lesz alkalma, kisasszony. Maga zenéje. A mi zenét. Elég volt. Hagyjuk abba, kérem. Csak 1-2 forduló. Nem, nem. A legnagyobb kíméletre szóló. Mit nevet, kérem? Julis mindent elárul. Kis szimuláló. Maga mégis eljött. Persze az Eluska miatt. Maga csak hallgasson. Igaz.
gomboidat van mutott csorba doktorral. Csorba nem számít. Számítok rá, nagyságos asszonyom, hogyha a Pestre költöznek, gyakran együtt leszünk. Minden nap! Elvégre kell egy jó házi orvos az embernek. Milyen szép keze van, mint két virág szíró. Beadjuk a vállunkat. Holnap reggel első utunk lesz. Végre tartadom a karomban. Szorosan. Egy férfi szeret egy nőt. Mint az ég felhője a kék Balaton. És megcsókolják egymást. Jolánnal. Jolánt is. Szóval nem is tagadja. Miért tagadnám? Csak szabad megcsókolni a húgomat. A húgát. Idegenek vagyunk? Teljesen idegenek. Kezei csókolom. Dobokai doktor úr idehaza van? Hogy ne kérem, itthon van. Miért azt tessék parancsolni? Köszönöm. Ha nem? Azt tessék megmondani, hogy áfonyával tetszik-e szeretni, vagy áfonya nélkül? Mit? Snedfet. Snedfet? Igen, a szalonkát. Hát, nagyon kedves, hogy érdeklődik, de én a snedfet egyáltalán nem szeretem. Áfonyával se? Azzal se. Pedig jó. Hát sajnálom, nem szeretem. Hát megmondom őszintén, én se törrem magam utána. Azonnal. Nagyságos úr, kérem, a hölgy megjött. Igen? Rögtön jövök. Kínáld meg addig itallal. Igenis. Csak hogy baj van ám. Micsoda? Nem eszi a szalonkát. Kicsoda? A hölgy. Dehogy nem eszi. Kérem, ez nem eszi. De eszi, azt mondta, nagyon szívesen megkóstolja. Hát így van ez. Az ember nem ismeri ki magát a nőknél. Nekem volt egy nagynéni. Nem érdekel a nagynénét. Pedig egy igen... Tetszik keresni? Ön. Engem? Igen. Parancsolja. Köszönöm. Üljön le maga is. Miért? Jobb lesz, ha leül. Köszönöm, hogy egész nap ültem. De én olyasmit fogok magának mondani, hogy úgy is leül. Ugyan? Hát tessék. De ugye nem fog haragudni, hogyha őszinte leszek. Nem. Miről van szó? Doktor úr, magát megcsalja a felesége. Nagyon aranyos öntől, kedves kisasszony, hogy ilyen egyszerűen és őszintén az arcomba vágja. De nekem is kell önnel valamit közölnem. És pedig? Nekem nincs, és soha nem is volt feleségem. Tudom. Akkor hát miről van szó? Arról, hogy van itt Pesten egy fiatal hölgy, aki kiadja magát a maga feleségének, és úgy randevúzik. Randevúzik? Igen. Hát ez hallatlan. És ön tudja, ki ez a hölgy? Tudom. Ki az? Én vagyok.
Hogy merte ezt? Nem is, uraim, itt arról van szó, hogy tulajdonképpen az én feleségem nem is a... Ki ez a hölgy? A feleségem. Uram, figyelmeztetem, hogy minden olyan inzultusi, amely ő nagyságát éri, önt teszem felelőssé. Ne tessék így csinálni. Jó estét. Kérlek ezt neked, feltétlenül meg kellett volna mondanod. Hölgyeim és uraim, mi mindenkit nagyon szívesen látunk. De aki ettől a kis incidenstől zavarva érzi magát, nyugodtan elhagyhatja a házam. Vagy normális. Én nem vagyok normális. Igen, és te? Ezt mered nekem mondani, hogy én nem vagyok normális? Na hát! Na hát! Te azt mondtad, hogy Margit és Dobogai szakítottak? Igen, szakítottak. Ez biztos? Biztos. Akkor úgy látszik, neked van igazad. Én nem vagyok normális.